Ez volt a 10. farsangi mulatság a Vekerlei Idősek Klubjában. A klubtagok a fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel és játékossággal, vidámsággal vettek részt a télbúcsúztatón. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket, immár hagyományával 10. farsangi rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy legelőször is Önöket köszöntsem, mint ellátottainkat, akikért vagyunk, a fenntartótól kezdve az országgyűlési képviselő úrig, az alelnök úrig. A farsangra idén is eljött Hiller István, Kispest országgyűlési képviselője, a parlament alelnöke. Nagyon tisztelem és szeretem az itt élőket. Kimondottan tisztelem azt a munkát, amit az itt dolgozók végeznek. És amikor idős emberek tudnak vidámak lenni, nem csak azzal, hogy felelevenítik a elmúlt évtizedeket, hanem a jelenbe. Azt szerintem emberi dolog, úgyhogy semmilyen politikai küldetés nincsen ebben. Egész egyszerűen a parlamenti munkahelyemről ide rohantam, hogy itt legyek. Gajda Péter polgármester számos a kispesti idősek által szervezett esemény állandó résztvevője, így ott volt az idei farsangjukon is. Hál' Istennek azért nekem is volt szerencsém az elmúlt években különböző rendezvényeken, eseményeken itt lenni. Azt is örömmel láttam, hogy a közpark munkatársai épp a kertben lévő eszközöket újítják, úgyhogy bízom benne, hogy amikor már valóban itt lesz a tavasz, akkor ezt a szép kertet megint jó egészséggel tudják majd használni. A Vekerlei Idősek Klubjába átlagosan 40-50-en járnak naponta, azért, hogy szabadidőjüket társaságban aktívan töltsék el. Foglalkozások vannak, szabadidősportok, most készülünk egy nagy pingpong rendezvényre, versenyre. Minden nap megtalálják a kis társaságot, a vidámságot, szeretnek ide járni. A mostani mulatságra többen is készültek jelmezzel. Volt a jelmezverseny résztvevői között például Túró Rudi, Hercegnő, Szerecsennő, Stranduló, és voltak, akik csoportos számmal indultak a megmérettetésben. Szerencsére, mivel egyre tovább élünk, mindannyian idősek leszünk, és egyre idősebbek, ezért érdemes gondolni 20 évesen arra, hogy bizony leszel 50, meg leszel 70, és akkor várhatod el, hogy az akkori 20 évesek tiszteljék az 50 meg a 70 éveseket, hogyha te is tiszteled őket 20 évesen. A kispesti városvezetés kitüntetett figyelemmel fordul az idősebb korosztály felé. Az ellátórendszer működtetésén, a gondozóházak és idősklubok szolgáltatásain és programjain túl rendszeresen indítanak ingyenes nyelvi és számítógépes tanfolyamokat számukra, illetve évek óta nyitva áll előttük a városháza kapuja is, ahol minden második kedden előadásra várják az érdeklődőket a Senior Akadémián.